Kiskörösön mindig is nagy gondot fordítottak arra, hogy hagyományos módok mellett előre mutató új ötletekkel is éltessék kultuszomat. Születésem 200. évfordulójára elkészült egy kültéri életrajzi kiállítás, verspadok és mesepadok nyújtanak pihenési és versolvasási lehetőséget. Verseimet angol, német és kínai nyelven a versautomatából hallgathatják meg. Érdemes végigjárni a Petőfi vonalat, ami összeköti azokat a helyszíneket a városban, amelyek a családom kiskörösi tartózkodása és a kultuszom ápolása szempontjából fontosak. Az útvonalhoz tartozik egy QR-kódos applikáció is, melynek segítségével sok érdekességet megtudhatunk egy-egy helyszínről. Az országgyűlés 2020. decemberében határozatban döntött arról, hogy a 2022-2023-as évet Petőfi Sándor emléképvé nyilvánítja a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Kiskörösön ünnepélyesen 2020. október 17-én alakult meg a Kiskörös Petőfi 200 Emlékbizottság. A testület feladata, csak úgy, mint a centenárium évében az, hogy koordinálja és megszervezze a szülővárosban a bicentenáriumhoz kapcsolódó eseményeket. A Petőfi kultuszt éltető szakmai konferenciák, könyvbemutatók, kiállítások, városi nagyrendezvények megszervezése mellett számos új, innovatív köztéri installációt is megvalósítottak. Ilyenek az országosan is egyedülálló Petőfi verspadok. Szabvány méretű padról van szó, amely egy fehér verses kötethez hasonló, mint egy nyitott könyv, és itt 10 darabot helyeztünk el itt a Petőfi sétánynak a teljes hosszában, és mindegyik egy-egy általánosságban, vagy közismerten ismert Petőfi verset tartalmaz, és az egy ilyen nagyon egyedi utca jelleget ad itt a Petőfi sétányon ennek az egész Petőfi emlékévnek az időtartalma alatt, és hát reményeink szerint majd, ha találunk rá technikai, illetve műszaki megoldást, akkor majd a jövőben szeretnénk ezeket a padokat egy olyan verzióval kiváltani, vagy behelyettesíteni, amely évtizedekig díszítheti itt a főterünket, és hát itt a mai okos eszközöknek a világában, akár okos padként is, és különböző telefonok töltésére, és különböző játékoknak az elindítására alkalmas applikációkat is tartalmazhatnak. De egyelőre most így dekorációs célra a Petőfi 200 emlékével helyeződtek ki ezek a Petőfi verspadok. A verspadok mintájára a János Vitéz látogatóközpont előtt lévő parkban mesepadokat állítottak fel, melyek a bicentenáriumban létrehozott János Vitéz park markáns elemeivé váltak. Amikor elkészültek a prototípusai ezeknek a verspadoknak, akkor gondoltuk, hogy ezeket egy kicsit más grafikával látjuk el, egy kicsit ilyen meseszerű grafikával, ami hajaz gyakorlatilag a János Vitéz látogatóközpontnak a megszerkesztett gyönyörű szép grafikai arculati elemeire. És na itt már alkalmaztuk a mobiltelefonos applikációs lehetőségeket. Egy nagyon komoly környékbeli vállalkozóval fejlesztettünk egy mobiltelefonos applikációt, egy ingyenesen letölthető, bármelyik mobiltelefonos platformról letölthető ingyenes applikációt, ez a János Vitéz játékot. Gyakorlatilag ez egy ingyenes 20-25 perces játékra felhívó lehetőség. Mindegyik mesepadon van egy jelkód, amelyet, hogyha valaki letölti az applikációt, akkor különböző játékszinteket nyithat meg, felöltöztetheti Kukorica Jancsit János Vitézzé, lepuffanthatja a zsiványokat, versszakokat kell kiegészíteni a János Vitéznek az eredeti versszakaiból, ebbe kap segítséget a pad grafikáján elhelyezett versszakidézetekből, és hát nagyon sok-sok érdekesség van, és hát pontokat is gyűjt a felhasználó ebben az applikációban, és hogyha sikerült összegyűjteni a maximális pontszámot, akkor értékes ajándékokra vagy kedvezményekre válthatja be ezeket itt a János Vitéz látogatóközpontban. A szülőház mellett lévő szoborpark bejáratánál egy versautomata került felállításra, melyen Petőfi versei nem csak magyar, de angol, német és kínai nyelven is hallhatók. Az ötlet és a megvalósítás is helyi kezdeményezés volt. Matusik Ferenc nevű kiskörösi lokálpatrióta ötlete volt, hogy építsünk itt a Petőfi szülőház környezetébe egy olyan technikai eszközt, ami verseket játszik le, és akkor fogalmazódott meg a versautomatának az ötlete,
és itt a Battai szakközépiskola és szakiskolát kerestük meg, hogy ennek a műszaki kivitelezését, vagy megtervezését, ebben kérjük tőlük segítséget, és hát nagyon lelkesen is vállalták ezt a megtisztelő feladatot, és találtak is egy már létező műszaki eszközt, amelyet csak fel kellett programozni. Reményeim szerint törhetetlen, tehát az idő viszontagságait is állja, és ez is az előző év októberében került itt véglegesen beüzemelve itt a szoborparkba. Kiskőrösön a főtér burkolatában végigfutó Petőfi vonal a város híres szülöttjéhez kapcsolódó emlékhelyeket köti össze. A szülőház és a kültéri szobrok mellett az egykori mészárszék helyét is megmutatja. Mindez a bicentenáriumban szerves részévé vált a 27 állomásból álló digitális túraútvonalnak. Ennek a 27 állomásos várostörténeti digitális túraútvonalnak ennek egy része az úgynevezett 11 állomásos Petőfi vonal túra lehetőség. Ugye 2015-ben, amikor elkészült az új főtér itt a városközpontban, akkor az akkori tervezők megálmodtak egy rendkívül érdekes ötletet, ami végül is meg is valósult. Ez az úgynevezett Petőfi vonal, amely annyit jelent, hogy itt a városnak a térkövezett felületeibe egy eltérő színű csíkot építettek be, és emellett a csík mellett végig haladva elérhetjük itt a városközpontban az összes olyan emlékhelyet, épületet, emléktáblát, szobrot, ami itt a Petőfi kultusz helyi ápolásával kapcsolatban jelentősége van. A várostörténeti digitális túraútvonal állomásainál nem csak leírások olvashatók, de okos eszközök segítségével videók is letölthetők. Így akár idegenvezető nélkül is megismerkedhetnek a kiskőrösre látogatók a város történetével, valamint a Petőfi kultusszal. Ezt a túraútvonalat fejlesztettük most itt a Petőfi emlékébe egy kicsit a digitális eszközökre, gondolva nyilván itt a fiataloknak az okos eszközök iránti vonzalmára, illetve kötődésére. Minden emlékhelyhez elhelyeztünk egy ilyen ismertető oszlopot, amelyen egy fénykép vagy grafika van az éppen látott emlékhelyről, egy rövid szöveges tájékoztató, hogy mit is látunk ennél az emlékhelynél, és egy QR kóddal leolvasható és betölthető 2 perces rövid filmet tekinthet meg valamennyi felhasználó mindegyik emlékhelyről, amit itt a Petőfi vonal, illetve a várostörténeti digitális túraútvonalnak a nyomvonalán elhelyeztünk az emlékművek mellett. És én úgy gondolom, hogy ez egy országosan egy egyedülálló, legmoderne technikai elemeket is tartalmazó lehetőség. Petőfi szülővárosa közel 2 évszázada élteti és ápolja a Petőfi kultuszt. A nádfedeles hajlék megőrzése és a költő szellemiségének tovább örökítése egyetemes feladata minden kiskőrösinek. Szent a küszöb, melyen beléptem én. Ó, szent a szalma kunyhok küszöbe, mert itt születnek a nagyok. Az ég a megváltókat ide küldi be. Kunyhóból jő mind, aki a világnak szenteli magát. S a nép mégis mindenfelől csak megvetést és ínséget lát.